Semjén Zsolt a vendégem. Jó estét, jó napot kívánok! Kezdi csoka! A mikrofont. Kezdi csoka! Köszönöm szépen. Hát igazság szerint Tusványosnál alapvetően arról szoktunk beszélni, nem csak aktuál politikát tekintve, hanem az, hogy itt érték van. És amikor értékről beszélünk, akkor kereszténységről is beszélünk, keresztény értékekről, amely most már hosszú évek óta azért téma, mert egy ütköző zóna, ütköző pont a politikai közéleti térben is. Eddig azt mondta ön is, hogy azért a nyugati európai kereszténység hanyatlóban van, vesztünk. Most hogy látja, erősödtünk? Hát talán érdemes azért azzal kezdeni, hogy a Szentlélek nem szociológiai kategória. Tehát ezért, miután az egyház Krisztus teste, és ugye a Szent Egyház nem azért Szent Egyház, mert a tagjai szentek, bár a szentek ékesítik, hanem Krisztus szentsége miatt szent a bűnösök egyháza. Tehát ezért végeredményben az egyház az egy természet fölötti metafizikai valóság, ezért persze hat rá, miután a világban él. A világnak a szociológiai, politológiai és mindenféle realitása, de az egyház nem azért örök, mert jól működik a világban, hanem azért, mert Krisztus megígérte, hogy és én veletek leszek az idők végezetéig. Tehát azért gondoltam, hogy ezt az elején azért szögezzük le, hogy az egyház metafizikai valóság, nem pusztán fizikai, ebből kifolyólag az egyház helyzete örök. Abban az értelemben, hogy az idők végéig fennmarad, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta Krisztus ígérete szerint. Na most, a helyzet az európai civilizáció vonatkozásában, hogy a kereszténység létezhetne Európa nélkül, de Európa nem létezhetne a kereszténység nélkül. Most itt az alapprobléma az, hogy a mainstream ideológia az eldöntötte, hogy a szép új világ úgy fog kinézni, hogy három jellemzője lesz. A vallás eltűnik, illetve szabadidős tevékenységé degradálják. Ez a klasszikus szabadkőműves ötlet, hogy van, aki horgászik, van, aki bélyeggyűjt, és van, aki katolikus. Tehát a mainstream első ideológiai törekvése, hogy a vallás eltűnjön és a magánélet része legyen. A másik, hogy eltűnjenek a nemzetek, különös tekintettel a nemzetállamok, és helyét a brüsszeli bürokrácia vegye át. A harmadik pedig, hogy a családot relativizálják, és ezáltal a természetrendi és bibliai értékeket végképp eltüntessék az európai civilizációban. Ezzel szemben mi védjük a vallást és az egyházak szabadságát, védjük a nemzetek létét és a családot. Három olyan témát mondott, amelyeknél külön-külön is támadják Magyarországot, és folyamatosan renitensnek bélyegzik meg, viszont az, hogy megvédik ezeket az értékeket, valahogy mindig vannak szövetségesek ebben. Hogy látja, mennyire erősödik ez a szövetség? Hiszen ha csak a migrációt nézzük, egyre több ország ismerte fel 2015 óta, hogy a magyar álláspont az a működőképes, és amit korábban Brüsszel vagy Nyugat-Európa képviselt, az egész egyszerűen fenntarthatatlan és működésképtelen. Ez pontosan így van. Ez azért van, mert mi védjük a klasszikus keresztény, ha tetszik, európai civilizációt és értékeket, de még szélesebb értelemben mi védjük a normalitást. És azért állítom, hogy mi védjük a normalitást, mert az, hogy az ember olyan lény, aki nyitott a lét határtalan horizontjára, nyitott a vallásra, ebből következik, hogyha el akarják venni a vallást az emberektől, ez ellentétben áll az ember antropológiai lényegével. A másik, hogy a nemzet az emberiség termőformája. Ha eltüntetem a nemzetállamokat és a nemzetet, akkor magát az ember csonkítom meg. És a harmadik, a természet rendje szerint van az, hogy az ember férfi és nő, az anya nő, az apa férfi, és ez a természet rendjéből következik. Na most ezért, amikor minket támadnak, és ők azt mondják, hogy az a progresszió, hogyha nincs vallás, nincs nemzet, nincs család, ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy ez egy szimpla deviancia. És miután nyilvánvalóan igazunk van antropológiai szempontból, ezért nő a támogatottságunk a mainstream ideológiát követő országokban is. Ugyanakkor azt mondják, hogy a magyar hozzáállás az egész egyszerűen nem 21. századi, és nincsen benne semmi úgymond korkövető, mert a család fogalmát ki lehet terjeszteni, az anya fogalmát ki lehet terjeszteni, és ez is egy olyan támadási felület, amelyet nem csak itthon, hanem a nemzetközi térben is megfogalmaznak a magyar kormánnyal szemben. Ez pontosan így van, tehát a mainstream
úgynevezett progresszív idézőjelben ideológia, ők tényleg azt gondolják, hogy ők a jövő, ők a modernitás, mi pedig egy múltból itt maradt, avit valami vagyunk, és nem értjük meg az idők szavát. Na de a helyzet az, hogy például a hanyatló császárkori Rómában is azt gondolták, hogy ezek a devianciák a progresszió. Az a helyzet, hogy mi nem a múlt vagyunk, hanem az örökké valóság. Tehát az, hogy az ember férfi és nő, ez nem egy tegnap, ma vagy holnap kérdés, ez az örökké valóságból következik, mert az ember így van megteremtve, az ember antropológiailag férfi és nő. Ugyanígy, hogy a nemzetben gondolkodunk és a nemzetben élünk, a nemzettől kapjuk a nyelvünket, a kultúránkat, a történelemtudatunkat, ez egy adottság. És a vallás pedig szintén hozzátartozik az ember antropológiájához. Tehát ezért hiába támadnak minket, amit ők progressziónak neveznek, a szimpla deviancia. Háború van a szomszédban, és ez nem csak a mellettünk lévő országot, vagy akár minket érint, egész Európát és az egész világot. Ha már keresztény értékek és szolidaritás, az nem keresztény érték, hogy például a gázfelhasználással kapcsolatban ugye bejelentették, hogy milyen jó lenne, hogy akinek nincs, az kapjon attól, akinek van. Hát ez a klasszikus kommunizmus, ráadásnak egy kis imperialista fűszerrel, mert az a helyzet, hogy Magyarország mindent megtett azért bölcs előrelátással, hogy a magyar embereknek legyen gáza. A helyzet az, hogy a brüsszeli bürokrácia, vagy például a német barátaink teljesen felelőtlen módon hagyták sodortatni magukat a mainstream ideológiával és a mainstream médiával, és ebből kifolyólag olyan konfliktusokat generáltak, aminek a következtében nem lesz gáz Nyugat-Európának és a német embereknek. Na most a helyzet az, hogy ez egy orosz-ukrán háború. Mi minden segítséget megadunk az ukrán embereknek, az Ukrajnából menekülteknek, ugye eddig kb. 850 ezer embert fogadtunk be. Minden létező humanitárius segítséget megadunk. Természetesen fegyvert nem, mert a béke pártján állunk. De a helyzet az, hogy a magyar államnak a felelőssége az, hogy a magyar emberek gáz, kőolaj stb. Ellátását biztosítsa. Ezért nincs értelme olyan szankcióknak, ami először is sokkal többet árt Európának, mint Oroszországnak, másodszorban pedig arra kellene törekedni most már a világnak, kiózanodva az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, hogy a fegyverek elhallgassanak, tűzszünet legyen és béke. Mert ellenkező esetben Európa olyan mértékben vissza fog esni gazdaságilag, hogy nem lesz képes a világversenyben helyt állni. Tehát most nem csak arról van szó, hogy most télen lesz elég gáz. Hát tessék megmondani, hogy ha nincs gáz, nem lesz műtrágya. Ha nincs gáz és nincs energia, vagy csak ilyen irtózatos áron, akkor ez annyira megdrágítja az európai termékeket, hogy a világpiacon nem lehet eladni. Tehát itt az ideje a kijózanodásnak, és a józanész alapján is, meg erkölcsi alapon is arra kell törekedni, hogy végre béke legyen. Ez már a tökéletes végszó volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet. Utánunk most a vezércikk következik, beszélgetéseinket pedig újra nézhetik internetes felületeinken. További szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!